Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ez az üzenet van számotokra, hanem kapok képet, néha többet. A mai napon 3 képet kaptam. Ha gondolod, leírhatod a kommentárba, hogy elemzed ezeket a képeket, hiszen ez is egy üzenet számodra. Az első képen volt egy tárókártya, a botok ásza. Az azt jelenti, hogy te saját magad fogod kezedbe venni a dolgokat, előre mennek az események, kimutatod a bátorságodat és a lelkesedésedet. A második képen volt egy könyves polc, tele könyvel. Itt a tudásról van szó. Az is lehet, hogy kapsz egy könyvet, és ennek van egy fontos jelentősége, hiszen segít neked. Vagy lehet itt tudásról, továbbképzésről is szó. Az is lehet, hogy te adod át a tudásodat másoknak, vagy tervezed azt, hogy könyvet írsz, ami hamarosan megjelenik. A harmadik képen bal oldalon szintén egy könyv volt, a jobb oldalon egy levél. Ez utalhat szerződésekre, vagy ha szerelemről van szó, ez a csukott könyv jelentheti azt, hogy ő eddig még zárkózott volt, de jön egy levél, tehát kapsz egy hírt tőle. És most kinyitom a Bibliát, és megnézzük azt, hogy mi az aktuális üzenet. Te sokat harcoltál az életedben, és most úgy gondolod, hogy nyugalomra van szükséged. Meg fogod találni a helyedet. Jelenleg sok a dolgod, vannak fontos feladatok, lesznek kapcsolatok, és ezek a kapcsolatok segítenek majd neked. Most megvan ahhoz az erőd, és az önbizalmad, hogy valamit indíts, hogy itt kiépüljön valami. A bíróság. Lehet, hogy van egy bírósági ügy, ami eddig elhúzódott, és úgy érezted, hogy nem kapod meg az igazságot, akkor javul a helyzet. Ezt a bíróságot természetesen szimbolikusan is érthetjük, amikor benne voltál olyan helyzetben, amikor úgy érezted, ez igazságtalanság, igazságtalanság ért téged, itt javul majd valami. Figyelj az anyagiakra, de nem kell félned, hiszen hamarosan pénzt kapsz, lesz bevétel. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender.